Most még itthon, júniusban azonban már Brazíliában zsonglőrködhet a labdával Muhamed Besic. A Ferencváros 21 éves bosnyák légiósa ugyanis meghívót kapott hazája VB keretébe. Úgy gondolom, hogy eléggé biztos a helyem. A szövetségi kapitány a sajtótájékoztatón nagyon jó dolgokat mondott rólam. A 24-es keretből ugyan még egy valaki kiesik, de szerintem nem én leszek az. Május 15-én kell csatlakoznom a válogatotthoz, úgyhogy ha az edzőm is engedi, akkor a Diósgyőr meccs után utazom. Besic számára ez egy fontos lépés, és a klub számára is nagyon nagy dolog, hogy képviselik majd a Ferencvárost Brazíliában. Nem fogunk akadályokat gördíteni az elé, hogy elmenjen edzőtáborba a válogatottjával a bajnokság ideje alatt. Így tehát 20 év után szerepelhet újra magyar élvonalbeli játékos a világbajnokságon. Bosznia-Hercegovina szövetségi kapitánya pedig úgy tűnik komolyan számol a Fradi játékosával. Szerinte Besic lehet az, aki megállíthatja a velük egy csoportban szereplő argentin válogatott sztárját, Messit. Azért kicsit erős Messit emlegetni velem kapcsolatban. Még csak 21 éves vagyok. Nyilván tisztában vagyok a képességeimmel, de én inkább arra koncentrálok, hogy úgy tudjak játszani, mint a Fradiban. És akkor minden rendben lesz. Emellett pedig remélheti, hogy itthon is így lesz. Ugyanis nem csak ő, hanem a Fradi is nemzetközi porondra vágyik. És harcban vannak az Európa Liga indulást érő bajnoki bronzért. Ezek voltak a céljaink a téli felkészülés alatt. Ezt beszéltük a srácokkal is, hogy mindenféleképpen oda szeretnénk érni a dobogóra. Már csak 3 mérkőzés áll rendelkezésükre ehhez, az első állomás pedig a hétvégi Diósgyőr elleni bajnoki lesz. És ugyan Dol valóban tervezi, hogy ő is zöld-fehérmet húzza magára, de nem Besic helyére pályázik. Nekem megtiszteltetés, hogy egy ilyen tradicionális együttes mezét magamra ölthetem. Bízom benne, hogy nem a kerékkötője, hanem az erőssége leszek az öreg fiúk csapatának. Persze az utolsó 3 forduló erejéig még a fiatalokra koncentrál.